voltam Demjén Ferenccel közösen koncerten, ahol az előtte levő pár, hát nem is tudom, pár percben, 20 percben, 30 percben írtuk össze a listát, hogy kinek mi legyen a dalsorrendje. Az enyém viszonylag egyszerű volt, mert akkor, akkor körülbelül 5 éve születtem meg a színre, tehát olyan sok dolog nem is volt még. Ők meg azon gondolkodtak, hogy a 70 vagy 80, nem tudom milyen slágerék közül, melyik legyen az az 50, amit eljátszanak. Tehát, hogy amikor olvastam is, tehát akkor rájöttem, hogy nekik tényleg nincsen rossz daluk, egy Demjén koncerten az elején megnyomod magadba a képzetbeli playgombot, és csak slágerek jönnek egymás után. Tehát mindennek tudod a szövegét, és hogyha azt hitted, hogy nem tudod, akkor a tudat alatti tudja helyetted. Tehát nagyon, nagyon durva. Amikor az éj leszáll, felerősödnek az érzések. Emberek milliói tekintenek a semmibe, vagy inkább alszanak, hogy meneküljenek az érzések elől. De van, aki tudja, hogy a vers segít. Kimozdít a mélypontból, kimondja, amit nem merünk, és megmutatja, hogy nem vagyunk egyedül. Minden alkalommal egy ismert vendég mesél egy vers kapcsán az életéről, és arról, hogy mit gondol a világról. Csak őszintén. A sorok között Trukterivével. Ma a Vastag Csabával találkozom, aki olykor fordított életet kénytelen élni, van, hogy nappal alszik, éjszaka alkot. Most is így történt, de most arról beszélünk. Mit jelent számára Demjén Ferenc, mit jelent a megbocsátás, miért fontos a dalköltészet, és hogy menő rockstárként hogyan gondol vissza ingatlan értékesítő és szappanoperás múltjára. Egy popzenész, egy popénekes számára két nehézség bizonyára létezik. Az egyik a nagy színpad, a másik meg a kicsi. A nagy nyilván azért, mert hogy akár egymaga is be kell, hogy töltse azt a teret, amely rendelkezésére áll, és le kell kösse, szórakoztassa az ott lévő közönséget, aki nyilván ő érte ment oda. A másik pedig a kicsi színpad, mert a kicsi színpadon is olyat kell művelni, ami egyébként nagyban is tudhatni. Én annak idején Los Angelesben találkoztam először Vastag Csabával, aki egy kis színpadot úgy töltött meg, mintha éppen a Sziget Fesztivál nagy színpadán lenne. Olyan hangulat is lett, és azt gondolom, hogy mindenki partner volt abban, hogy vele együtt énekeljen, táncoljon, és egy valódi jó mulatság keveredjen, még akár kis közönség előtt is. Na, ezt a hatást nehéz elérni. Emlékszel még az élményre? Igen, igen. Köszönöm szépen is a meghívást nagyon. Annyiban variálnék egy kicsit, változhatnék ezen a nagyon jó tézisen különben, hogy minél nagyobb, annál könnyebb. Tehát az emberek a saját magam tapasztalatai szerint egy olyan 50, 70, 100 fő maximum, amíg elkezdenek, amíg individuumként viselkednek, és utána kezd el tömegként gondolkodni magáról az ember. Ugye belegondolsz, egy foci meccsen is magában ránt a tömeg hangulata, és lehet olyan dolgokat csinálsz, amiket nem is csinálnál egyébként magadtól soha. Úgyhogy minél kisebb egy színpad, és minél kevesebben vagyunk, annál nehezebb. Tehát most per pillanat ez a legnehezebb, ahol éppen egy magadban. Igen, igen, igen. Mindig ilyen magabiztos voltál? Tehát már gyermekkorban kiütközött az, hogy meg tudod magad mutatni a világnak, és hogy van véleményed a világról? Nem vagyok benne biztos, hogy ez magabiztosság. Érdekesek a zenészek, különböző zenészek motivációja, hogy ki miért és mit csinál. Nagyon sokszor, hogyha bárkit megkérdezel, sokkal kisebb motivációik vannak az embereknek, mint az, hogy 10 meg 20 meg 100 emberöt szeretnének koncerteket adni. Általában mindenki az apjának akarja megmutatni, vagy az anyukájának, vagy a volt szerelmének, vagy a tanítónéninek, hogy ő valaki lehet a világban, és ezekben a pici apró kis motiváció morzsákból áll össze az, hogy az ember összeszedi magát, és egyszer csak elkezd ebbe az irányba dolgozni. Vastag Csaba, aki éjszakákat tölt a stúdióban, hogy jó zenei anyag szülessen, olykor fordított életet kénytelen élni. Van, hogy nappal alszik, éjszaka alkot. Nem volt ez mindig így, bár gyerekként is mozgékony, aktív élete volt. 1982-ben született és Veszprémben nőtt fel. A zenei pályával úttörőnek számított családjában. Édesapja ugyanis kutató, édesanyja pedig tanítónő. Kezdetben nem nagyon izgatta az énektanulás. 7-8 évesen trombitálni tanult, aztán akrobatikus rock'n'roll táncolt. A suliban rapszodikus tanuló volt, az egyik fél évben megbukott, a következőben pedig tanulmányi versenyt nyert. Ezek a nagyváltások felnőttként is jellemzik. Míg iskolai garázs zenekarokkal kezdetét vette a zenei karrierje, dolgozott ingatlan értékesítőként és szerepelt
Pappanoperában is. A Popdaráló című műsorban már énekesként tűnt fel, de országos ismertségre az X-Faktor első győzteseként tett szert, ahol egyébként saját testvérével, Vastag Tamással is meg kellett küzdenie. A menő rockstar egyébként szabad idejében leginkább kertészkedik, de a zene ott is szól a fülébe. Huh, mindjárt varázsolok. Sosem tudod, hol kél a nap, hogy merre van kelet. De azt tudod, hogy mindjárt folytatjuk. És azt tudod, hogy jön egy másik adás? Feliratkoztál? Mert különben nem látod. Nyomd a csengőt. Egyébként eminens tanuló voltál? Vagy hektikus volt? Voltak ilyen is olyan eredményeid? Voltak-e kedvenc tárgyak? Mivel a szüleim mindketten a közoktatásban dolgoznak, ezért volt egyből kézenfekvő ellenállás pont igazából a nem tanulás, vagy a nem jó tanulás, de aztán utána rájöttem, hogy ez nem feltétlenül nekik lesz rossz, hanem nekem, úgyhogy nem voltam igazából rossz tanuló sohasem. Sőt, kifejezetten jó tanulónak voltam, mondható még általános iskolában, középiskolában, amikor magát több zenekarom volt, és más dolgok is érdekeltek, akkor néha volt, hogy kicsit visszavettem, volt olyan időszak, amikor a színházban, a Veszprémi Petőfi Színházban játszottam középiskolásként, és hát volt egy olyan fél évünk, ahol egy egész éves kikérőt kaptam a színháztól, az azt jelenti, hogy nem kellett bemennem az iskolába. Ez nem lehetett egy rossz időszak, az nem gondolom, hogy élveztük, gondolom. Hatalmas felelősség ez egy gyereknek szerintem. Én se jártam jóvel, tehát a tanulmánya miatt mindenképpen visszabetette, úgyhogy a következő fél évben jobban oda kellett magamat tenni. De az iskola nem a falka vezér voltál? Tehát mondjuk, amikor ott tanultál az osztályban, az osztálytársak körében te voltál a megmondó ember? Szerintem nem. Szerintem most ez nehéz, hogy ők hogy gondolhattak rám, de nem voltam sosem ilyen menő gyerek. Általában ilyen magamnak való voltam. Nehéz volt elképzelni ezt? Hát mindig szerelmes voltam valakibe, aki nem volt belém szerelmes, mindig valaki másba. Soha nem szerettek a lányok. Sose voltam igazából tényleg ilyen menő csávó, ilyen a magam részéről egy ilyen kis eldugott világban éltem, és hallgattam a 60-as, 70-es, 80-as évek többnyire rockzenét, ami nem is volt időszerű akkoriban, amikor én a 90-es, 2000-es évek idején iskolába jártam, tehát... De miért rosszul is érezted magad? Nem. De az jó közeg volt. Egyáltalán nem érdekelt senki egyébként, tehát én kék bőrgatyába jártam, feketére festett körmökkel, hosszú haja, és úgy voltam, hogy Woodstockban vagyok, és nem érdekel az, hogy most hányat írunk éppen a naptárban. Tehát volt egy teljesen más saját belső világom, amit nem tudott kimozdítani senki. Volt egy irányom, amifelé igyekeztem, és nem érdekelt senkinek az ellenvéleménye, vagy a kritikája. A kritikák most sem nagyon tudnak megmozgatni egyébként, ha megtartunk. Közösségi ember voltál egyébként? Tehát azért, hogyha nem tudom, be akartak vonni egy-két játékba, vagy beszélgetésbe, vagy kirándulásba, vagy bármibe, vagy jó buliba, akkor azért kapható voltál erre? Igen, inkább ilyen, igen, a hülyeségben mindig benne voltam egyébként, meg a osztályban. Ugyan mindig fontos az, hogy ki szólogat be esetleg poénokat, vagy ilyesmi. Hát én is kényesen figyeltem arra, hogy azért legyenek jó vicces megnyilvánulásaim, de ami ennél egyel jobb visszajelzés volt, az egy énekóra volt, mert az énekórán nem divat énekelni, vagy legalábbis általános iskolában, középiskolában a gyerekek ezt szerintem kicsit ilyen égőnek fogják fel, hogy egy énekórán énekelni kell. Legalábbis hogy népdalokat meg, ugye, ott azért alapvetően nem popdalok vannak. Igen, tehát ott nem a Justin Biebert kell előadni, hanem a Dies Illát, és akkor úgy vagy arra, hogy ez most mi. És azt hiszem, hogy 4 éven keresztül én is részt vettem az énektanárnő teljes megsemmisítésében, és nem igazán voltam konstruktív tagja az énekkoráknak. De akkor már jó hangod volt egyébként? És az utolsó évben egyszer valamelyik népdalt mondtam, hogy na jó, akkor aztán éneklem, mert hogy ezt végül is még szeretem is, és arra emlékszem, hogy az osztályban így hátrafordultnék a legutolsó padba ütöm, és nézték, hogy ez igazából nem volt rossz. Szóval ez is egy apró kis motiváció morzsa, amire lehet, hogy ők már nem is emlékeznek most, hogy megkérdezném őket egy osztálytalálkozón, hogy ez hogy is volt, akkor azért senki nem tudná, hogy hogyan és mint épült ez az én motivációs láncomba be. Viszont ez nekem tökre fontos volt, és egy tök jó visszajelzés volt, hogy ebben az irányban érdemes ténykedni. De te egyébként jó családból érkezel, hiszen az édesapád, ő egy aranyérdemkereszttel kitüntetett kutató. Igen. Nos, az, hogy te művészi pályára léptél, az nem volt egy ilyen diszonáns dolog az ő szemükben? Még középiskolás voltam szerintem, amikor apukám ezt a köztársasági
aranyérdemkeresztet kapta, és nagyon örültem is neki, hogy van a családban egy ilyen okos ember. Viszont azt is mutatta ez számomra, hogy bármit el lehet érni, bármit lehet csinálni, de ő ebbe az irányba már megtette azt, amit kell, és nem biztos, hogy ebbe az irányba kell nekem versengenem vele. Úgyhogy ezt most arra akartál kiukadni, hogy hogy lehet két ilyen embernek egy ilyen gyereke. Nem, nekik nem volt ez bármilyen szempontból visszás, hogy féltettek. Kifejezetten nem akarták, hogy ezzel foglalkozzam, illetve kifejezetten próbáltak a tanulás irányába eltolni mindhármunkat különben. Az egy érdekes dolog, hogy kiből mi mit vált ki, mert például a középső, nekem öcsém, a Tomikának meg a bátyja, a Balázs, ő viszont valóban tényleg a tanulás irányába is ment el, és több diplomával rendelkezik, informatikus, meg valószínűleg nem is érteném, hogy elmondaná, hogy mit csinál, tehát hogy egy okos csávó lett, nagyon tényleg. A magam részéről meg mivel én voltam az első gyerek, nekem kellett az úttörőnek lennem, tehát nekem kellett először kimászni az ablakon és elmenni bulizni, nekem kellett először részegen hazajönni. Minden olyat, amit majd a későbbiekben a többieknek meg már megengedtek, vagy természetes volt, azokat nekem körmöm szakadt, íg és val kellett kiharcolnom otthon és küzdem. És valóban, mivel hogy pedagógusok a szüleim, ezért hát nem feltétlenül volt ez a megengedő közeg. De ez egy jó dolog szerintem, nem kell gyereknek mindent megengedni különben, valószínűleg én sem engedném meg, hogy már 13 éves korában az utcán bandázzon, de ráadásul nagyon sokat sportoltam is, és a sport önmagában is egy nevelő közeg és egy nevelő célzatú tevékenység. Tehát valószínűleg kevésbé tudsz elkalódni, hogyha egy sportközösségnek a része vagy, és én sportoltam szerintem 7 éves koromtól kezdve mindent, a pingpongtól a kézilabda, kosárlabda, tánc, az akrobatikus rock and roll tánc volt, amire is egy nehéz dolog is, és felelősségteljes dolog is, mert másokra vigyáznod kell, a testi épségüket kell megóvnod, és úgy kell. Tehát felelősséget tanultam már viszonylag gyerekkoromtól kezdve. Alapvetően nagyon örülök annak, hogy ilyen jó családban nőhettem föl, és hogyha valamit nagyon jól csináltak anyukám, még az pedig az volt, hogy nem akartak mindentől megóvni, hanem hagyták azt, hogy csinálják azt, amit akarok, hogy hagytak, igen, ez egy röviden, egy egyszerű szerintem. Az volt a jó, hogy volt bizalmuk felém, hogy talán majd tudom, hogy mit akarok. Köztetek azért nagy korkülönbség van, a tesód, Tomi, Basra Tamásról beszélünk, 8 vagy 10 év, vagy én 10, aha. 10 év különbség. Na most akkor te, amikor ezt a korszakodat élted, amiről beszélsz, hogy hagytak, hogy hagy tapasztalj, akkor ő nem ment utánad, és nem voltál a feneked. Nekem 8 évvel idősebb a nővérem, és én ezt csináltam, és az idegeire mentem, azért kérdezem. Ez úgy működik, hogy körülbelül egy ilyen, hogy is volt, azt mondja, amikor én voltam 25 mondjuk, akkor tudott utolérni, akkor volt ő 15. Tehát azért a 10 éves pont akkor a különbség, hogy azért nem ugyanaz volt a közegünk, de mondjuk mire mondjuk már 17 volt, én meg 27, addig már teljesen egy magasságba, egy baráti körrel és egy érdeklődéssel jártuk a világot, úgyhogy alapvetően jó barátok lettünk szerintem, és az X-Faktor című műsorban, amikor én már 28 voltam, meg 18, akkor azt hiszem, hogy olyan jó megismerhettük egymást, amilyen nagyon kevés embernek van lehetősége. Eleve együtt laktunk, nem is tudom meddig, szerintem több mint egy fél évig, ami talán kicsit túl sok is valakiből, hogyha nem akarod minden rossz szokását megismerni. De azt hiszem, hogy jó testvérek lettünk, és a harmadik testvérünkkel, Balázsról is nagyon jól elmélyült a viszonyunk ebbe a tekintetben, mert ő viszont teljesen a mi ellentétünk, tehát ő nagyon megbízható, csendes, és nem egy humán beállítottságú, reálisan gondolkodó. Igen. Egyébként vannak humán dolgai is. Egyszer volt egy közös koncertünk, ahol hárman léptünk fel, nagyon aranyos volt. Tényleg? Volt, aha. Tehát tud ő is ilyet csinálni, hogy halka meg tud ő is vicces. Énekelt ő is? És amúgy meg nagyon szereti a zenét, és van egy ilyen irányultsága, de valamiért a számítógép azt szerintem már amióta én őt ismerem nagyjából ekkora korunk óta a kezeügyében van, és azóta nem esett ki a billentyűzet a kezéből, úgyhogy ez lett az ő igazi iránya, de nagyon ért is hozzá, meg jó is csinálja. Amikor az X-faktor megtörtént, amiről te is beszéltél, az mindannyiótok számára egy valódi vízválasztó lehetett. Azt hogyan értitek meg? Mert együtt indultatok a Tomival,
és te maradtál bent? Yeah. Ez nem eredményezett egyfajta testvéri rivalizás, vagy rossz érzést benne, vagy akár benned, hogy mert te nagyon láthatóan mindig óvod, meg próbálod magad mellé venni, mert te vagy a bátyja, hát nyilvánvalóan az idősebb próbálja ezt meg, és ott erre nem volt lehetőség. Igen, nem volt. Érdekes, hogy ez is csak közelebb hozott minket, és hogy ettől is csak jobban összezártunk. Tehát nyilván matematikailag mi is tudtuk, hogy lesz esély annak, hogy valamikor egyszer vagy egymás ellen kell küzdenünk. Így, hogy én mentem tovább, így ennek valóban jó kérdés. Volt egy lelki vetülete, hiszen ő jelentkezett a műsorba, ő volt, aki engem is oda vitt igazából, azért vittem el kocsiba, mert nem volt még jogosítványa, és teljesen véletlenül sodródtam bele ebbe az esemény sorozatba. Úgyhogy ez nekem nagyon-nagyon rosszul esett, hogy ő neki pont az én kezem által kellett távoznia az X-faktorból, viszont egy pár nap múlva már neki is volt lemezszerződése, sőt, hamarabb lett saját dal, mint nekem. Úgyhogy utána rájöttünk mind a ketten, hogy ez egy olyan foci, amit nagyon-nagyon hosszú távon játszanak, és nem pár perces, pár órás, hanem sok tíz éves dolog, és soha nem tudsz semmit sem véglegesen elrontani, és nem tudsz semmit sem véglegesen megjavítani. Ez egy dinamikus a dolog, amiben igazából tök mindegy, hogy mit csak csináld. Azzal, hogy ugye bekerültetek az X-faktorba, akkor nyilván olyan dalokat énekeltetek, ami másoknak a dalai, legyen magyar vagy éppen nemzetközi előadó bármelyik dala. Viszont nyilván azután, miután te megnyerted az X-faktort, lehetőséged nyílt arra, mint hogy egyébként Tamásnak is, hogy saját dalokat kezdjetek el szerezni, és megismertessétek a saját világotokat a közönséggel. Ezt te hogy élted meg? Tehát volt beleszólásod abban, hogy milyen dalszövege szülesen, és egyáltalán ki volt a minta, vagy kiket szerettél, akit magadba zártál? Az első impulzusom ezzel kapcsolatban már nem jól indult egyébként, mert írtunk egy nagyon jó dalt Berkes Gábor barátommal, még jóval az X-faktor előtt, melynek Szálie volt a címe, tehát hogy Száj. Igen. Tehát nem Száj. És, és ezt a Klassz FM-el is kezdte játszani, azt hiszem, akkor Klassz FM-nek hívták. Igen. És tök jól játszották, és tökre örültem neki, hogy ezt még kiskoromban magam a kis papíromra úgy írtam le, hogy még azt sem hittem, hogy ez valaha valakit érdekelni fog, és most meg hallom vissza a rádióban, nagyon tényleg egy hihetetlen élmény volt. Ám utána nagyon jó rendülettel és jó ötletnek tűnvén az öcsémmel elénekeltük az Őrizd az álmod című duettünket, amely annyira jó sikerült, hogy sajnos kilöktem mind a kettőnek a másik dalát a rádióból. Úgyhogy ment a közös dal, és a két saját. Elég keserű cukorka volt ez, mert nagyon örültem neki, hogy megy a közös dalunk, de hát a saját gyermekem, amit én írtam, és ez volt, hát tényleg gondolj bele, hogy mondjuk festő vagy, és először végre valaki megveszi a festményt, ez kb. Ilyesmi érzés vagy. És hát ez az első festmény. És az hát, első, az, ami beleírtam mindent, tudod, egész gyerekkorom történetét belefogalmaztam, és mindent, amit éppen akkor gondoltam a világról, mindent beleírtam, és akkor egyszer csak leveszik a rádióról. Szóval, hogy ez egy érdekes történet volt, de nyilván most már inkább vicces, mert óta volt már jó pár rendőr, amit játszott a rádió. A saját dolog tekintetében pedig a csapatmunka híve vagyok, tehát volt nagyon sok olyan eset is, amikor nekem lett igazam egy dalszöveggel kapcsolatban, egy dallama kapcsolatban, de nagyon sokszor előfordul. Az is ugyan, hogy valaki mondjuk 20 percet jobbat ír, mint én, mert lehet, hogy jobban rá tud fókuszálni arra a témára. Vagy nagyon sokszor van az, hogy meglepődnek az emberek a koncertjeinken, mert nyilván a rádió nem minden dalunkat játsza, sőt, és nyilván a rádió nem minden stílusú dalt játszik le, csak olyat, ami neki mondjuk valamennyire kompatibilis a rendszerével. És mi alapvetően egy rockzenekar vagyunk, nem is a lightabb rock típusból származunk. Ez azt jelenti, hogy ha valaki csak azok alapján, amit a rádióban hall, jön el egy nagy koncertünkre, akkor meg tud lepődni, igen, hogy ez általában szeretni szokták ezt a fajta változást, hogy kicsit erősebb, kicsit durvább, kicsit őszintébb és igazibb. De ez meg egy stratégia, tehát hogy nem lehet, hogy rádió nem nagyon fog rockot játszani, ezt bevallhatjuk egymást. Sőt, hát igazából PC zenék felé menetet, hogyha bármi van, akkor át kell írni a szöveget. Egy szövegírás, amit említett, egy csapatmunka, az oké, de hogyha valaki neked ír szöveget a te témádban, mert hogy neked kell előadni, azért az fontos, hogy a te bőrödbe bújjon bele, vagy a te lelked érezze leginkább, nem? Hogyha valaki nekem ír szöveget, általában akármi is történik, költöm, abban benne vagyok, tehát nincsen ilyen, hogy valaki
megír egy szöveget, megír hozzá egy dalomot, aztán rámönti, és aszpikba szilárdulva így állok, és az csak úgy van, hogy ők elképzelték. Tehát még a legszélsőségesebb esetben is valamilyen módon át kell formálni magamra. Az egyetlen szöveg szerintem, amiben egy grammot nem szóltam bele, az Müller Péter Sziámi barátom egy nagyon elmés és nagyon vicces szövege volt, amihez igazából nem is tudtam volna hozzátenni, nem tudtam volna elvenni belőle, és úgy volt tökéletes, ahogy volt. A zenét viszont mi írtuk hozzá, tehát én, mint említettem az előbb, én abban hiszek, hogyha van mondjuk egy jó téma, akkor ahhoz meg kell keresni a jó szöveget, ahhoz meg kell keresni a jó ritmust, és minden frontra azzal az emberrel kell ezt megtenned közösen, aki ez a legjobban ért. De neked voltak nagy tanítómestek olyan értelemben, hogy kik voltak azok, akik iránymutatók voltak zenében? A nagy öregek, a nagy erődök, akik ma is itt vannak velünk például. Vannak, akik nincsenek itt. Induljunk abba, hogy kiskoromban én csak külföldi zenét hallgattam, és a magyar aktuális 90-es, 2000-es évek zenével nem voltam tisztában. Én valóban abban az időszakban is inkább a régmúltban és az igazi értékek felé fordultam, és többnyire Queen-t, Guns N' Roses, Bon Jovi-t, ezeket a klasszikus, mindenki által hallgatott rockzenekarokat, Metallicát, majd pedig egy kicsit hardabb rockot, aztán belemelegedve még hardabb, aztán jött a Korn, meg a egyéb ilyen hardcore zenekarok. Hallgattam, Magyarországon pedig volt egy hatalmas űr, amit be kellett töltenem, és meg kellett hallgatnom az összes régi, vagy még ilyenkorban is éppen aktív magyar zenekarnak az összes albumát, mert mint említettem, ugye nem hallgattam magyar zenét, és ezért ezt be akartam pótolni. És tulajdonképpen ekkoriban találtam rá, most nyilván oké, óvodás koromban is hallottam a Fekszem az ágyon, meg mit tudom, tehát volt egy csomó jó dal a V-Motoroknak, de hogy ekkoriban találtam rá Demjén Ferencre, mint személyre, és nem csak mint a zenekarok énekesére, hanem egy olyan alkotó művészre, aki igazából nagyon jó megérintett, és nem csak olyan tekintetben, hogy jó dalokat írnak, mert nagyon sokan jó dalokat, vagy jó szövegeket írnak, hanem nekik szerintem például nem nagyon van nem jó daluk. A zene nem öregszik. Ma előszeretettel használjuk a kifejezést, hogy retro, pedig a régi zenék, a visszatérő vagy állandóan felszínen lévő nagyslágerek attól örökzöldek, hogy zeneileg és szövegileg nem kopnak. Demjén Ferenc, vagyis Rózsi dalaival épp ebbe a körbe tartozik. 1946-ban született, édesanyja énekesnőnek készült, de akkoriban ez nem számított erkölcsös szakmának, ezért feladta álmát. Édesapja hobbiból férfikarban énekelt, Demjén valószínűleg tőlük örökölte erős hangját. Először vegyésztechnikusnak tanult, és csak a sorkatonaság után kezdett el zenélni bátyjával, akivel eleinte maguk készítették a hangszereiket szekrénypolcokból, mivel nem volt elég pénzük, hogy vásároljanak. Később a Bergendi együttesben találta magát, ahol úgy érezte, nem tud igazán érvényesülni, és szóló karrierbe kezdett. Szerzeményei azóta is népszerűek. Szövegei mélyek és őszinték, valódi érzésekről szólnak, a legtöbb olyan, mint egy igazi költemény. Így van ez a Nem kell, hogy megbocsáss című dal esetében is, aminek minden sora erős üzenettel bír, és ami Vastag Csaba számára is az egyik legfontosabb üzenetet hordozza. Rebbenő szemmel ülök a fényben, s arra vágyom, hogy ön engem nézzen. Ehhez fel kell iratkozni, és megnyomni a kis csengőt, hogy találkozzunk. Ez a dal konkrétan Nem kell, hogy megbocsáss, ez miért áll hozzád közel? Nem tudom, van rá időnk, mert ez hosszú lesz. Hosszú? Nem baj. Ezt a dalt valahogy így nem tudtam kivenni a CD-tárból, akkoriban még CD volt, vagy legalábbis amivel jártunk koncertre, Balázs barátommal az ő kocsijában CD volt, és ezt mindig visszapörgettük, és mindig meghaltuk ezerszer, és emlékszem, hogy ezen valahogy, valami mindig sírtam rajta, és mindig olyasmi volt, mint egy olyan parfüm, amit így sokat szeretsz magadra fújni, de aztán idő után hagyod, mert olyan emlékeid vannak, amiket nem mindig akarsz, olyan sebeid vannak, amiket nem mindig akarsz kapargatni, vagy bántani. És idő visszamentem el arra, és megpróbáltam magamra megkeresni ennek a effektíve zokogásnak a gyökerét, hogy ez honnan ered.
valami olyasmit talált meg bennem, ami én is vagyok, és olyan dolgokat mondott ki helyett, amit én is kimondtam volna, ha tudtam volna, ha lennék ennyire idős és tapasztalt, hogy ilyen messziről rá tudjak nézni a hibáimra például. És nagyon sok zenésznek szerintem a sajátja ez az egész minden, amit nem akarok kiemelni külön részeit ennek a dalnak, mert ez egy olyan, szerintem ez nem kell, hogy megbocsáss, szerintem olyan, mint Frank Sinatra-tól a My Way mondjuk kb. Tehát van már egy olyan, szerintem méltatlanul nem elismert nagy nagyság, ami elmond mindent arról, igen, hogy... nem a legismertebb dalai közül való egyébként. Nem, igen. És elmond mindent arról, hogy mi az, amire rock and roll, mi az, amit hittünk róla, hogy az, és mi az, ami kiderült, hogy aztán mégse az, aztán kiderült, hogy mégis benne van az összes másodperc, amikor megérintetted a medence alját, és azt hitted, hogy nincs már lejjebb, és aztán mégis van még lejjebb, és ezt senki nem láthatja rajtad, mert mindig szállni kell. Sok ilyen már egyébként, de sok olyan dolog volt nekem, hogy az idő kellett, általában nőkhöz kötődő dolgok ezek, tehát a keserű és szomorú szakítások, azok mindig... Meg ez egyébként érdekelne, bocsáss meg, csak, mert ez is belőled fakad, hogy az ember ránk néz azért egy jó kiállású, sportos, jóképű fiatalember, aki ráadásul popstar, tehát ez, ennél nagy vagy rockstar, ahogy tudjuk, hogy nevezzük, de hogy ez nyilván ez egy kapu a hölgyek felé, tehát azért nem gondolnám azt, hogy például te, aki egy ilyen vágású fiatalember vagy, ne találna akárkit meg, akit szeretne, és pont arról beszélsz, hogy mennyi szerelmi csalódásért, ez furcsa. Igen. Valószínűleg magam sem vagyok egyszerű, meg valószínűleg amit csinálok gyerekkoromtól kezdve, az sem feltétlenül kapcsolatbarát dolog. Viszont tök érdekes, hogy a zenémet például én magamnál is fontosabbnak tartom. Tehát, hogyha áldozatot kell hoznom, akkor még saját magamat is bedobom inkább azért cserébe, hogy valami nagyobbat hozzunk létre. Ezt én kicsit egy ilyen szolgálatnak is fogom fel. A köz, vagy a nép. Ebben vagy te benne. Igen. A nagy kérdés nincs ebben, mert hogy ebben, ez a kifejező eszközöd, ez a te habitusa, ebből jössz te ki. Ezt tudod megmutatni a világnak. Gondolom. Igen, igen. Igen, mindenképpen egy érdekes dolog. Na mindegy, most kicsit elkanyarodtunk ettől az egész képtől. De ha már elkanyarodtunk, ez megint egy fontos kérdés, mert ebből meg az tűnik ki, mint hogy egyébként meg nagyon vágysz arra, hogy legyen egy jó családod. Nagyon. Egy saját család. Persze, ha. Na most ettől meg láthatóan messze vagy még. Tehát miközben a tesód azért egy igen. Elég atombiztos alapra helyezte 10 évvel későbbi igen. Helyzetében. Igen, aranyos. Hát, mint minden nem, ehhez is dolgozni kell, és ehhez is energiát kell befektetni. Tehát, hogyha most úgy lenne, hogy ha azt szavatolnád nekem, most itt van, nem is tudom, 3-4 óra 1 perc van, és hogyha hazamegyek este 7 óra, 15 perckor egy boldog család 3 gyereke fog várni, és már ismerem őket 10 éve, és már jóba vagyunk, és minden király, akkor oké, itt találom, de először ahhoz meg kell valakit ismerni, valakivel együtt kell 10 évig. Tehát ezek nem mennek egyik pillanatra a másikra, és nagyon sok energiát és nagyon sok türelmet igényelnek. Ezt el szoktam mindenhol mondani, és sajnos így is gondolom, hogy egy kisgyerek most nem biztos, hogy a legjobban járna velem. Türelmetlen vagy azért? Nem azért, mert hát igazából nem vagyok otthon például, kezdjük ott, hogy nem nagyon találkozna velem a saját gyermekem, ami szerintem nem, tehát csak azért, hogy elmondhassam, hogy hoztam a minimumot, és betettem a közösbe én is, hogy Magyarország népessége ne csökkenjen, azt lehet, hogy meg tudom mondani máshogy is, hogyha már itt tartunk, de nem biztos, hogy pusztán a társadalmi nyomás miatt kell nekem ezzel most foglalkozom, de lehet, hogy valamikor majd még akár közeljövőben is megváltoztam ezt a véleményt, és hirtelen egy családos ember leszek. Azt még árulod, hogy közben nem csak idehaza dolgozol, vannak a koncertek, hanem elvállaltál egy olyan munkát, ami aktívan például Hollywoodhoz, Los Angeleshez, nyilván jó esetben, amikor nincs a pandémia. Ja, ja. De hogy ez téged miért mozgat? Arra vagyok kíváncsi, hogy nagyon sok helyütt járhatsz a világban egyébként is, meg hát felléphetsz ezernyi helyen. Hogy itt a világszerte ismert színészeknek a megismerése az, ami téged vonz, vagy ennek meg az üzeneteknek a közvetítése, vagy a műhely munkába való belelátás. Mi az, ami mozgat? Teljesen véletlenül sodródtam bele a Hello Hollywoodból című tévéműsorba, amelyet Náva Janikóval közösen csináltunk. Azért a sejtelmes múltidő, mert a koronavírus
okán ugye egyrészt nem volt semmilyen diátadó, nem lehetett senkivel se találkozni, nem nagyon tudtunk semmit csinálni igazából, tehát most ez a műsor éppen a szünetel kategóriába tartozik, és ki van írva, hogy majd visszatérünk talán. De ennek a műsor kényelte a producere, és úgy alakult ez, hogy Anikót ismerem kb. Hát vagy 5 vagy 6 éve, egy koncertünkön találkoztunk, ahol éppen már a koncert utáni mi tartunk egy kis afterpartit, és éppen szerintem 3 sörre a kezembe igyekeztem éppen megvalósulni újra, és ünnepelni, hogy milyen jók voltunk, meg hogy milyen jó volt mindenki. És aki jött az Anikó, hogy ez egy nagyon jó koncert volt, Amerikában is meg kell mutatni mindenkinek, és hogy tödödödödö. De én eddigre már hallottam kb. 786 ezeret, úgyhogy úgy voltam, hogy még egy sörkek Ferikém, köszönöm szépen, a hölgytömeg elbúcsúzom, és mondta, hogy meghív a Golden Globe-ra, ami ugye csak hallottam már 6000 ugyanilyen dolgot mindenkitől, mindenki meghívott mindenhova, és sose lett bőle semmi. És akkor ugye elkedélyes elbeszélgettünk, de hát nyilván aznap az ívásra kellett fókuszálnom, viszont két vagy három napúra küldött egy-egyet tényleg a Golden Globe-ra, és akkor úgy jöttem be, hogy ez zseniális, akkor végre valaki betartja a szavát, és végre valaki, aki nem csak ittasan beszélget utána. Egyszer csak ott álltam a Golden Globe-on, és tényleg, amit ő mondott, az mindig minden úgy is lett, és nagyon, nagyon megbízható, jó barátok lettünk végül is egy idő után. De akkor még csak kijárogattam, és néztem, hogy ez most micsoda, meg hogyan. És egyszer úgy alakult, hogy azt hiszem, az nem is tudom, a hányadik ilyen Golden Globe előtti partin volt, amikor a Nicole Kidman-nek csinált volna ő interjút, és odaadta a kezem a mikrofont, hogy ezt most csináljam én. És tehát nem úgy ültem, mint itt most te, hogy ezzel foglalkoztál egész nap, és valószínűleg tudod, hogy mit csinálsz, hanem körülbelül azt tudtam, hogy mi van. A mikrofont már láttam. Nicole angolul jól beszélsz. Angolul tudtam, igen, Nicole Kidman, tudtam, hogy kicsoda nagyjából, és egy egész jó kis anyagot hoztunk össze, ezt nem én mondom, azt Nicole mondta, azt mondta, hogy ez tényleg jó, úgyhogy ezt mostantól akkor, hogyha lehet, akkor gondolkozunk előtt, hogy mi vagy, ha így csinálunk ki együtt. És így is lett, producer státuszba kerültem, ami azt jelenti, hogy nyilván a gyártást és az egyéb anyagi dolgokért voltam felelős, és tök jól ment. Ettől még nem kellett volna nekem egyébként riporternek is lennem, az egy kis hozzáadott, nem is tudom, érdeklődési körömből fakadó poén volt, hogy nem csináltam még ilyet, és általában az újdonságokat nagyon szeretem. Ez egy... De ez meg is maradt, mert hogy nem egy interjút készítettél. Hú, nagyon sokat, most azért. Nem veszem el a telefonom, de tényleg így nagyon-nagyon-nagyon sokat. És általában ezek az interjúk nagyon jó beszélgetések szoktak különben lenni, nagyon olyan érdekességet lehet megtudni mindenkiről, amit így sose gondolnál, főleg, hogyha veszed a fáradtságot, és nem a sablonokat kérdezed meg, és mivel nagyon-nagyon sok interjút csináltak már nagyon sokan, ezért tudom, hogy mik azok a kérdések, amiket én mondjuk speciál utálok már, és amik annyira átlagosak, hogy valószínűleg ezt már sokan megkérdezhették mondjuk a Nicole Kidmantől is, vagy valószínűleg ez már, tudod, általában egy emberre készültem egy olyan egy-másfél napot, elolvastam az egész életútjukat, a filmjeiket, a testvéreiket, rokonaikat, apuka, anyuka, honnan született, hova járt iskolába. Egy interjúban mindig úgy mentem, hogy mindenkiről tudtam teljesen mindent. És az egész filmről is, amiről beszélünk, azt is megnéztem mindig odáig, hogy utána az összes szereplőt, a betűn, a stáblista, a kászta, addig, amíg teljesen feketeség nem lett a moziba. Ebből egyébként nagyon jó történetek lettek, és nagyon jó kérdések születtek, de én akkor mentem ki, csak amikor már felkapcsoltak a villanyt, és amikor beadtam a kis popcornomba, és kimentem. Tehát, hogy minden információt. Van egy nagyon jó interjú, amit ennek köszönhetek egyébként, hogy végignéztem mindig mindennek a mindennyét. James McAvoy-jal csináltunk, azt én csináltam, igen, és a Michael Fassbenderrel szerintem az X-Men című sorozat kapcsán, vagy sorozat, most már sorozat, igen, most már nagyon sok is van be. És a cast lista legalján láttam, hogy a James McAvoy-nak a testvére volt a saját asszisztense, ami igazából nem volt nagyon sehol egy artikulálva, olyannyira, hogy a mellette ülő Michael Fassbender sem tudott erről, és amikor kérdeztem tőle, hogy mindig a testvével dolgozik-e, akkor azt mondta, hogy honnan tudod? Hát mondom, hogy utána nézegettem, és hogy tényleg, ezt még soha nem kérdezte meg senki. Igen, igen, és mindig a testvével dolgozok, és hogy nagyon szeretem a nővéremet, és játszottunk egy filmbe is, és akkor a mellette ülő
beszélgető partnere, aki egyébként tök jó barátja, sem tudta, hogy az a szép lány, aki mindig megy be hozzá. Az egyébként szóval, hogy... És ez egy... Őket is meglepte, és nagyon szerettem az olyan dolgokat, amikor... Szerettem az olyan beszélgetéseket, amikor nem felkészült válaszokat kaptam felkészült kérdésekre, hanem, vagy előkészített kérdésekre, hanem kicsit kellett gondolkodni. Aztán volt egy tök jó dolog, amit még az Anikó találmánya volt, hogy mindig vittünk ajándékot. Uh-huh. És többnyire hungarikumokat vittünk, mert most annak van ugye értelme. Exkluzív, persze, igen, meg autentikus. Máshol nem kaphatják meg, ráshol hungarikumok. És hát tőletek, minőségiek, persze. Igen. Na most ennek volt egy érdekes vetület, amikor elkezdtünk unikumot vinni mindenkinek, de hát többnyire a színészek is vagy megisták, vagy megitták, vagy megfogják, de többen megitták a interjúk közben is, és ezekből nagyon-nagyon vicces interjúk tudtak. Nehogy azt nem tudták, hogy micsoda. Elmondtam mindenkinek, hogy ez gyógynövényekből van, és hogy... És úgy gondolták, hogy ez akkor segített. És hogy nagyon egészséges, és hogy nyilván nem titkoltam, hogy alkoholtartalmú. Ez senkit nem rettentette általában attól, hogy megkóstolják, sőt, volt, aki megitta az egészet. Ezek mekkora unikumok voltak? Hát ilyen kis ekkorek, ilyen kérdezések. De ezekből nagyon vicces tartalmak születtek. Szóval nagyon szerettem csinálni, remélem, hogy valamikor lesz majd még lehetőségünk újra ebbe az irányba is tevékenykedni. A magam részéről valóban csak az újdonság varázsa és az érdeklődés volt, ami motivált, de sokkal jobban sűrt el, mint gondoltam. Mi az, ami leginkább úgy érzem, mondjuk hiányzik az életedben, hogy mire nagyon vágynál, akár a közeljövőben is, hogy megvalósíts, vagy megvalósuljon veled? Nagyon jó kérdés, hogy mire vágyik az ember, mert nekem lehet tudnom kell most egy nagyon jó választ, mert hogyha tudnám, hogy mire vágyom, akkor tudnám, hogy milyen irányba menjek, ugye. De most perpillanat éppen nem vágyom semmire. Ez a... Uh-huh. Ez is válasz, mert azt jelenti, hogy most kerek az életed. Hát nem biztos. Ez nem biztos. Vágynom kell majd valamire egyébként egy adott ponton. Tehát annyira ismerem magam, meg globálisan az emberi működést, hogy ki kell magamból sajtolni egy vágyat majd valamilyen irányba. Most például olyan sok mindent csináltam, és annyira picit el is fáradtam már néha, amire nem jellemző egyébként. És olyan magánéleti és szakmai dolgokon mentem az elmúlt évben keresztül, hogy most egy picit a csendes szemlélő szerepében játszom az életjátékát. Lényegében a social médiámra is akármelyikre, ha Facebook, ha Instagram, 5 naponta teszek ki valamit, vagy 10 naponta. Nem igazán foglalkozom. Igazából nem érdekel. Most mivel ez egy tévéműsor, és alapvetően az is volna a dolgom, hogy ide most valaki beküldjön, és elmondjam a új próbónkat, hogy ez a CD, meg az a lemez, meg ez az új dalunk, meg azt nézzétek. Nem is kértem ilyet. De nem tudom, hogy nem, de nekem ez volna a alapvető motivációm. De még el sem teszem meg, mert ilyen sem nagyon van. Írtunk egy csomó új dalt, de egyiket sem hoztuk ki. Szóval most egy picit, szerintem 10 év után, pont 10 év volt az X-Faktor, 10 év után most egy picit leülök, és picit megnézem, hogy mi van, mert muszáj valamire vágynom, és muszáj valami irányt kinézni magamnak, amiben tudok igazából hinni is. Hinni nagyon jó, csak már olyan sok olyan behittem, ami aztán nem lett úgy, hogy ezeket a parazsakat hergelni megint csak sok energia, mert megint csak egy naív önállítás kell hozzá, hogy elhidd. De nagyon sok ilyen dolog történt már az életemben, mi ez naív önállítás kell, tehát nehogy félrés, ez nem azt jelenti, hogy most csalódtam az életben, vagy hogy hülye vagyok, vagy ilyesmi. Ha megvan az X-faktorban történő győzedelmeskedésre is az esély, hát ki se számoljuk, pedig matek tagozatra jártam, de 10-20 ezeren álltunk ott az elején, abból, hogy tenyered meg, hát ez, hogyha azt mondtam, hogy valaki az elején, hogy ez így lesz, akkor még magam is csodálkoztam volna rajta. Tehát nagyon sokszor kell hozzá egy ilyen rácsodálkozó, szinte már butaságba vagy hülyeségbe hajló gyermeki naivitás, hogy az ember neki merjen menni dolgoknak, csak ezt most újra meg kell találnom, hogy mi legyen az, ami felé ezt csináljuk.
Hát én egyrészt nagyon köszönöm neked a beszélgetést, másrészt nyilván kívánom azt, hogy ezt az utat találd meg. Hoztam neked, mert te kortárs szöveget hoztál, Demjén Rózsi esetében, Demjén Ferenc esetében, és persze a te szöveged is nagyon-nagyon ott van, ahol kell. Én szintén egy kortárst hoztam, méghozzá egy humorista költőtől, Bagi Ivántól. De nagy! Aki egy zseniális verset írt, és szerintem ez nagyon te vagy, pláne a beszélgetés tükrében. Az a cím, hogy Álmodozás. Gyakran elképzelem, hogy a legeredetibb film főszereplője én vagyok, amire a rendező a világ összes pénzét ellocsolta, és a film mindenhol tarol. Így a zenével támasztott érzékeny hallgatásom eljut a legfélreesőbb otthonokba is. Tudom, hatalmas hülyeség, de ez az érzés időről időre elfog. Hogy a lelkek láthatatlan ragyogása úgy söpör végig a földön, mint a legdurvább napkitörések. Ez durva. Ez tényleg szép. Én azt kívánom, hogy a szavaitok, vagy a te érzéseid, amikről most beszéltél, amik egyébként mély érzések, ezek minél több dalban legyenek ott, minél több szövegben, minél több dallamban, azok meg úgy türemkedjenek be valahogy az ablakokon, vagy a készülékeken keresztül, és a fülegen keresztül szívebe találjanak utat. Ezen fogunk dolgozni. Csabi, nagyon köszönöm a beszélgetést, azt hiszem, jól ki tudtuk egészíteni azt, amit a tévében elkezdtünk, és azt külön köszönöm, hogy meg tudtál nyílni úgy, hogy egy picit belenáttunk a lelkedbe és az érzéseidben. Egy picit, de az nagyon fontos, hogy ezt a szerepet most átadtuk a nézőknek. Nektek is köszönöm a figyelmet, köszönöm annak is, aki végignézte a tévéadást is, aki itt is volt. És hogy ne maradjatok le az exkluzív tartalmakról, versekről, slágerekről, dalszövegekről és persze a sorok között adásairól, ne felejtsetek el feliratkozni, és ha megtettétek, nyomjátok meg a kis csengetyűt, és az mindig jelezni fog, hogyha új tartalom kerül fel. Természetesen az adás most véget ért, de jövünk újabb sorok között epizóddal, újabb versekkel, szóval találkozunk újra. Utter Imre vagyok, és köszönöm a figyelmet. Mezítláb mentem a nyárból a télbe. Nagy kabátban jártam napsütésben. Rájöttem már, ez voltam én. Boldog voltam, ahol megvetettek, s néhol szívtelen, hol úgy szerettek. Rájöttem már, ez voltam én. Mindig csak a felhők közt jártam, s mire végre visszataláltam, rájöttem már, hogy lassan menni kell. Mindig csak a fényt kerestem, s végül csak egy árnyék lettem. Rájöttem már, ez vagyok én. Nem kell, hogy megbocsáss. Megbocsátott a sors. Nem baj, hogy most is így látsz. Mindegy, hova sorolsz. Nem kell, hogy megbocsáss. Elég az nekem, nem bántott senkit még kicsorbult életem. Soha nem hittem, hogy nem lehet másképp. S mindig visszafelé sült el a játék. Rájöttem már, ez voltam én. Mindig jöttem, mikor menni kellett. S végleg itt maradtam. Mindemellett nem értem miért. Ez voltam én, ez voltam én. Volt, amikor messzire szálltam. Többé már nem bír el a szárnyam. Elfáradt már. Mégis szállni kell. Mindig álmodtam egy szebb világról. S lassan eltűnök a nagy világból. S még nem jöttem rá, miért vagyok én? Nem kell, hogy megbocsáss. Következő adásunkban Juhász Ferenc lánya, Juhász Anna lesz a vendégünk, aki nem édesapjától hoz verset ezúttal, hanem József Attilától, és az ő házukban, az ő lakásukban bizony a magyar irodalmi élet minden akkor érő jelentős alakja megfordult, és az is érdekes lesz ebben a műsorban, és ki fog derülni pontosan, hogy egy érett nő vajon hogy éli meg ezt a mai világot, és hogyan tud az irodalmi életben boldogulni, és van-e még vajon nő-férfi ellentét a mi mostani 21. század irodalmi életünkben. A következő vendég a sorok között. Juhász Anna irodalmár. Az üzenet, amit édesapám adott, az mindig az, hogy alázat. Tehát amit kapsz, azért dolgozd meg, vagy küzd meg, vagy értékelj, vagy add vissza belőle. Az, hogyha figyelünk a másikra, hogyha meghallgatjuk a másikat, ha a saját munkánkkal kapcsolatban van bennünk egy alázat, és nem
telünk el azzal, hogy milyen jól csinálunk valamit, hanem mindig egy újabb és újabb célt tűzünk ki, akkor valami a könyvek által, a tudás által mindenki életébe átmenthető. Fontos, a versek mindegyike megnézhető, meghallgatható a YouTube csatornámon. Iratkozzon fel, hogy ne maradjon le! A műsor igaz történeteken alapul. Az adásban megjelenő szereplők valós személyek. A történeteik hasonlósága más emberekéhez pusztán a véletlen műve. A versek által okozott katarzisért a műsor készítői felelősséget vállalnak. A felvételben partnerünk az Erla Technopro Kft. A műsor támogatója a Blick. Simple on you. Viselj verset. Kalázdi Kerekes Kft. Belső építészet felsőfokon. Gyulai Árt. Emelj művészetet a stílusodba. Együttműködő partnerünk a Versmondó folyóirat. Hangot adunk a versnek. Magyar Versmondók Egyesülete. A dolgok változnak. A vers örök.